Freddie Mercury, Anthony Perkins, a Skiffy atya Isaac Asimov, vagy a világ egyik legismertebb topmodellje, Gia Galangit. Mindannyian az AIDS áldozatai lettek. 1987 és 2002 között Tolna megyében 336-an vesztették el életüket az AIDS következtében. 2018-ban 11 ember életét követelte a kór. És 27 HIV-fertőzöttünk van. Most igen. Raus Ágota főorvos véleménye szerint csökkenőben van a betegek száma Tolna megyében, köszönhetően a megfelelő propagandának. Statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az AIDS-ben megbetegedettek száma egyre inkább csökken, viszont az afrikai országokat tekintve ez nem mondható el, főleg a Szaharától délre eső országokban, hát nagyon fontos megemlíteni, hogy ott az AIDS még sajnos nagyon nagy számban jelen van, és ez okozza talán azt, hogy az egész világra tekintve a halálokok száma közül a hatodiknál szerepel az AIDS. Magyarországon Tolna megyében van a legkevesebb nyilvántartott beteg. A legtöbben Budapesten élnek, vidéken pedig Pest és Fejér megyében. A regisztrált fertőzöttek között lényegesen több a férfi. Az emberek, mondja Laus doktornő, hajlamosak összekeverni a HIV-fertőzést az AIDS-szel. A HIV-betegség, tehát a HIV-hordozás, a HIV-pozitív hordozás és az AIDS-betegség közt azért óriási különbség van, hiszen ha valaki HIV-pozitív, akkor akárha szedi a gyógyszereit, amik most már nagyon modernek, és gyógyszerkombinációban szokták adni a betegeknek, akkor hosszú ideig, akár évtizedekig is elélhetnek, és akár visszanyerhetik eredeti immunstátuszuk, és ez a halálokat is jól befolyásolja. Hogyha viszont azt nézzük, akkor az AIDS-betegségben így ennek megfelelően akár AIDS-stádiumban is hosszan elélhetnek az emberek. Az Egészségügyi Világszervezet célja, hogy 2030-ra megállítja a világban az AIDS terjedését.